Önök a Bonyhádi Naplót látják, Lipták Péter vagyok, köszöntöm nézőinket. Nézzük, miről szól a mai magazin. Díjátadása a Szociális Munkanapján. Bemutatjuk Ritter Adélt. Felújított iskolaépületben tanulhatnak a bonyhádi kerisek. Új fúzió jött létre a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület becsatlakozásával. Nemzetiségi hetet tartottak több bonyhádi iskolában. Első ízben adták át a Szociális Munkanapja alkalmával a város által alapított Molnár Józsefné díjat. Az elismeréssel a városvezetése rangot kívánt adni annak a munkának, melyet a szférában dolgozók végeznek önzetlenül és kiemelkedő hivatástudattal az év minden napján. Magyarországon az emberek közel egyharmada küzdik olyan problémával, ami valamilyen szociális kezelés gondozást igényel. Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka. Szolgálat ez a szó legnemesebb értelmében. Gyakorlói sajátos tudás birtokában vannak, akik támogatást, segítséget igénylők részére a konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen segítségen túl technikákat és módszereket is átadnak. A Szociális Munka Napja a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége nevéhez kötődik. A szervezet 77 országban rendelkezik tagszervezetekkel, köztük van a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete is. 1997-ben jelölte meg november 12-ét a Szociális Munka Napjaként, amely minden évben jó alkalmat szolgál arra, hogy a szakterület felhívja a figyelmet azokra, akik az elesettekért dolgoznak. Bonyhádon minden esztendőben megünnepelték ezt a napot, ám az önkormányzat idén díjat is alapított, melynek névadója az a Molnár Józsefné, akit Bonyhádon mindenki a szociális munka kiemelkedő alakjaként említ, és aki jelenlétével tisztelte meg a díjátadó ünnepséget. Azon túl, hogy ilyenkor egy picit jobban odafigyelünk rájuk, ők tényleg az a része a társadalmunknak, akik minden nap, függetlenül attól, hogy ünnep van, vagy fáj valami, hétköznap van, vagy éppen karácsony, ugyanúgy látják el a munkájukat, hiszen az idős otthonban az idősek ugyanúgy ott vannak a bentlakásos intézményekben, és azok a házi segítségnyújtásra szorulók, időseink, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat, azokat ugyanúgy el kell látni minden nap. És ha világjárvány, ugyanúgy kell menni. Tehát igazából nem is gondolunk bele a hétköznapokba, hogy ez egy olyan szakma, egy olyan munkaterület, ahol helyet kell állni, és csak ember tudja ezt végezni. Legnagyobb elismeréssel és nagybetűkkel mondom az embert, hiszen ezt nem a munkabérért teszik, mert különben senki nem lenne már a pályán. Egyre nyilvánvalóbb, hogy szükség van azokra a szakemberekre, akik segítséget tudnak adni a rászorulóknak. Az elmúlt év történései pedig még inkább ráirányították a figyelmet a segítőkre, gondoskodást végzőkre. A szociális munkások megítélése városunkban azt mondhatom, hogy pozitív elbírálást nyert folyamatosan, és nyer is manapság, hiszen látják, hogy mennyire szükség van erre a szakterületre, mennyire szükség van erre a szociális dolgozói kollektívára, akik nem hagyják cserben az időseiket, családjaikat, rászorulókat. Úgyhogy mondhatom, hogy most már egy kicsit fölfigyelnek a szakmánkra, a mi szakterületünkre, és ez nagyon felemelő érzés. Hiszen eddig egy olyan perifériára szorult szféra voltunk, most azonban látják azt, hogy mennyire segítünk, mennyire mindenki fele segítő kezet nyújtunk, és egyre több ismeretlenül keres meg bennünket, és mondhatom azt, hogy tényleg pozitívan állnak már hozzánk, és látják azt, hogy nagy szükség van a mi intézményünkre. Ez nem egy könnyű szakma, és soha nem is volt az, mondta Kis Kelemen Eszter, az Idősek Napközi Otthonának szakmai vezetője. Pontosan ezért van nagy jelentősége az ilyen eseményeknek az életünkben, és azt gondolom, hogy ez a szakmánk megítélésének, presztízsének a szempontjából egy rendkívül fontos esemény, és szerintem minden kolléga nevében mondhatom, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek éljük meg, hogy ilyen reflektorfénybe kerül gyakorlatilag a munkánk, hiszen ez mindenképpen egy nagy elismerés. Kétségtelen, hogy az ilyenfajta pozitív hozzáállás, ha egy fenntartó, tehát ha egy városvezetés ilyen szinten értékel egy munkát, akkor az biztos, hogy jót tesz a szakmánknak, legalábbis mi ebben nagyon hiszünk és bízunk. Ezt az ember általában véve sem a pénzért vagy a kihívásokért vállalja, tehát azért az kevés ahhoz, hogy hosszú távon újra és újra motivációt nyerjünk a folyamatos munkavégzéshez. Biztos, hogy ettől több kell, igen, azt gondolom, hogy kell egy elhivatottság abszolút. A Molnár Józsefnéről elnevezett városi díjat elsőként Ritter Adél, a gondozási központ vezető helyettese vehette át.
A díjazott néhány gondolattal köszönte meg az elismerést. A munkavégzésem során fontos, hogy a kapott tehetséget, a magammal hozott értékrendet, a megszerzett és folyamatosan bővülő tudást rászoruló embertársaim a segítséget igénylők javára fordítsa. Filóni Ferenci Baja polgármester azt mondta, a jövőben minden lehetséges eszközzel támogatja majd Bonyhád város a szociális gondoskodást végző intézményeket és munkatársaikat. A következő percekben ismerjék meg azt a szociális munkást, aki első ízben érdemelte ki az elismerést. A szakma egyöntetű véleménye szerint a leginkább Ritter Adél, a gondozási központ intézményvezető helyettese érdemelte ki. Az újonnan alapított Molnár Józsefné díj hatalmas elismerése szakmánknak, a szociális munkának. Óriási büszkeséggel tölt el mindnyájunkat ennek a díjnak a megalapítása, hiszen jelzi, hogy a város vezetése a szociális munkára felfigyel, tudomásul veszik, látják és tapasztalják mindennapokban azt, hogy mennyire fontos az általunk elvégzett munka. A díj megszületése maximálisan igazolja, hogy polgármesterasszony, illetve a városvezetés nagy mértékben elkötelezett intézményünk feladatellátásának támogatásában, és ezt nagyon szépen köszönjük nekik. A gondozási központban én remekül érzem magam, hiszen nagyon jó a munkahelyi légkör, ahogy szoktuk mondani, nagyon jó itt lenni, ez a második otthonunk. Nagyon sok időt töltünk együtt, ezért számomra elengedhetetlen a munkatársaimmal való megfelelő kapcsolat, a megfelelő kommunikáció, valamint a sikeres munkavégzéshez szükséges a feszültség és konfliktusmentes légkör. Napi munkám során törekszem a kimért, higgadt, nyugodt magatartásra, kommunikációra. Ahhoz, hogy ez működni is tudjon, nagyban hozzájárul, támogatja a családi hátterem is, akik mind anyagi, mind erkölcsi és egyéb támogatása, segítsége, építő jellegű kritikája nélkül olykor nehéz lenne tovább lépni, a hibákat tudomásul venni, egy-egy feladatnak újra nekifutni és a jó megoldást megtalálni. Az otthonról hozott értékrendemből, neveltetésemből adódóan fontos életem minden területén a segítő, empatikus magatartás, az alázat, a másik ember számbavétele, tisztelete. Mindezen értékek napi munkám során is elengedhetetlen elemek, ezért szerencsésnek érzem magam, hogy azt végezhetem, ami közel áll hozzám, ez teszi teljessé, egészi az életemet. Munkavégzésem során mindig és mindenben, amikor erre szükség volt, maximális segítséget kaptam polgármesterasszonytól, a fenntartótól, a hivatal minden munkatársától, intézményvezetőasszonytól, munkatársaimtól, akiknek ezt ezúton is hálásan köszönöm, hiszen minden egyes mozzanatukkal, segítségükkel, támogatásukkal hozzájuttattak ahhoz, hogy a mai napon én részesüljek elsőként a 2021-ben alapított Molnár Józsefné díjban. Átadták a Percelmor szakképző iskola felújított épületét. Az épület tulajdonosa továbbra is Bonyhád város, működtetője pedig a Tolna megyei szakképzési centrum. Filóné Ferenci Baja polgármester az átadón azt mondta, ez a beruházás mint a példája annak, hogyan kell összefogni közös célok érdekében. A most felújított épület mindig is iskolaként funkcionált. Évtizedeken keresztül működött itt az Arany János általános iskola. Amikor bezárták, a város vezetése ígéretet tett arra, továbbra is oktatási céllal fogják használni a tulajdont. És az ígéretet betartva, most ismét megtelik gyerekekkel a felújított épület, hiszen az üzemeltető a Tolna megyei szakképzési centrum szervezetébe tartozó iskola lesz. Ez egy speciális helyzet, amikor a vagyon tulajdonosa az önkormányzat, az ingatlan vagyoné, de a fenntartója, a kezelője, az pedig egy másik szervezet, jelen esetben a Tolna megyei szakképzési centrum. 5 évvel ezelőtt, 2016 tavaszán kötöttünk egy szerződést a szakképzési centrummal, a vagyonkezelést illetően erre az ingatlanra, miután ez az épület megüresedett,
de azt gondolom, a legfontosabb szempont a mostani mai nap apropóján az, hogy tudtunk együtt felelősen gondolkodni és együtt dolgozni annak érdekében, hogy ez az épület teljesen megújuláson, hiszen ez az iskola több évtizede, több mint 60 éve már, hogy itt áll maga az épület, és ekkora jellegű felújítás, beruházás még soha nem valósult meg az elmúlt 6 évtized alatt. A városnak egy a területfejlesztési operatív programban nyert fedezet adta lehetőséget arra, hogy elsősorban energetikailag korszerűsítse az épületet. 300 millió forint az a forrás, amit erre tudtunk fordítani. Egy energetikai pályázatnak az a sajátosság, hogy ilyenkor mindig szigetelésekről beszélünk alapvetően. Ez is megtörtént ennél az ingatlannál, ugye külső homlokzatszigetelés, tetőszigetelés, a fűtés korszerűsítése megtörtént, nyilánzáró cserék történtek. De gyakorlatilag, amit ezzel elértünk, az az, hogy olyan energiahatékonyságú kategóriában minősítésű vált ez az ingatlan, ami 5 fokozat előugrást jelentett az épület tekintetében. Ez nem csak azért fontos, mert olyan sokat beszélünk a környezetvédelemről, a klímavédelemről, egyébként igyekszünk minden egyes önkormányzati tulajdonnál ezekre nagy figyelemmel lenni. A legtöbbi intézményünk tetején napelemparkban is sok minden mást mondhatnék még. Hosszasan sorolhatnánk azokat a lépéseket, amivel igyekszünk a klímavédelemért konkrétan tenni is, nem csak beszélni róla, hanem nem utolsó sorban, aki üzemelteti, aki fenntartja jelenleg az iskolát, nekik a közüzemi számlák megfizetésénél sem utolsó szempont, hogy mennyire tudnak hatékonyan fűteni, világítani és például napelemen energiát nyerni. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnamegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Bonyhád és környéke a megye legdinamikusabban fejlődő területe. Ez a harmadik ilyen telephely, volt 2. számú, vagy más néven Arany János általános iskolának a helyén. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek is bizonyították azt, hogy ha odafigyelünk a szakképzésre, illetve odafigyelünk a gazdaságfejlesztésre, és hogyha az önkormányzat ennek a motorja, akkor jelentős fejlődést tudunk indukálni ebben a térségben. Így volt ez az ipari parkunk esetében is. Most már azt mondhatjuk, hogy Tolna megyének az egyik legdinamikusabban fejlődő térsége Bonyhád város és környéke. És ehhez az kell, hogy a szakképzést is oda tudjuk vinni, illetve fejleszteni. Ezért minden gyerekre, gyermekre, pedagógusra számítunk aznak érdekében, hogy a gazdasági fejlődést a következő években is ki tudjuk szolgálni. A felújítás költsége megközelítette a 300 millió forintot. Filoni Ferenc Ibolya, az épület tulajdonos, Bonyhád város polgármestere úgy értékelte, ez a projekt a legjobb példa arra, hogy mindegy, ki a tulajdonos és ki az üzemben tartó, a közös cél érdekében sikeres összefogás zajlott, és ennek köszönhető, hogy létrejött egy korszerűbb iskolaépület. A szakképzési centrum pedig vállalt azt, hogy belülről a saját lehetőségehez mérten megújítja az épületet, és nagyon sok minden teljesen átalakult és megvalósult. Én emlékeim szerint a volt ebédlőből és a konyhát kiszolgáló részekből ma már ugye tanári van és különböző helyiségek, ami teljesen átalakításra került, tehát gyönyörűen felújították. A teljes épület kifestésre került, az a villamos hálózat, ami itt 6 évtizeddel ezelőtt került kialakításra, az most tudott megújulni, és azt is a szakképzési centrum valósította meg, hogy az épületben valamennyi vizes blokk felújításra került, így a diákok és a tanárok számára is teljesen a mai kor követelménynek megfelelő vizes blokkokat találhatunk. Amit még nagyon fontosnak tartok, és ami számomra öröm, hogy itt a belső felújítási munkáknál a szakképzési centrumnak ugyanolyan fontos volt, mint ami számunkra is mindig elsődleges, hogy bonyhádi vállalkozók tudtak itt nagy részt döntően dolgozni. Ugye nem mindig van erre lehetőség, hiszen attól függ, hogy milyen nagyságrendekről beszélünk, törvények pontosan szabályozzák azt, hogy mondjuk egy nyílt közbeszerzési eljárás keretében, akkor 300 millió forint feletti beruházásnál egy olyan eljárás kell indítani, amikor csak azon múlik, hogy ki lesz a nyertes, aki a legjobb ajánlattevő válik a pályázat eredményeként. Ilyenkor, amikor több kisebb egységből áll
egy-egy felújítás, és elválnak ezek időben és térben egymástól, akkor természetesen lehetőség van arra, hogy konkrétan akár több árajánlat kéréssel, de megversenyeztetve a vállalkozókat, mégiscsak Bonyárdiaknak sikerült ezt legtöbbnyire elnyerni. Én erre nagyon büszke vagyok, meg kell nézni, milyen munkát végeztek, és bízom benne, hogy tudnak menni majd máshova is, és tudják folytatni ezt a nagyszerű dolgot, amit itt ennek az épületnek a felújításánál elvégeztek. Végezetül azt gondolom, hogy egy újabb bizonyíték annak a mai nap, hogy teljesen mindegy, hogy ki a tulajdonos, ki a fenntartó, ki az üzemeltető egy ingatlannak. A cél az ugyanaz, a mi gyerekeink járnak ide, a oktatók, nevelő tanárok, szintén bonyárdiak, a város környékiek, mi bonyárdiak látjuk nap mint nap az épületet, amikor lehetőségünk van bármire továbbra is a jövőben ezt a politikát fogjuk folytatni. Mindenre pályázunk és igyekszünk mindig egyel tovább lépni. Nagyon sok szempont van, de ez is többek között a közös gondolkodásnak a része. A tűzoltóság munkájának népszerűsítése és a szakma szépségeinek bemutatása volt a cél az új együttműködési megállapodás aláírásakor. A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma és a Völgységi Múzeum mellett civil szervezetként a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is csatlakozott a fúzióba. A Tűzoltó Múzeum és a Völgységi Múzeum több mint 10 000 tárgyat kezel, és a mai napig kerülnek hozzájuk régi dokumentumok és tárgyak, amik aztán a múzeum repertoárját színesítik. Jelenleg a Tűzoltó Múzeumban mintegy 200 tárgy van, a Völgységi Múzeum még majdnem 10 000 tárgyat kezel. Ebben azért vannak dokumentumok és fényképek is, de a nagy részük az kézzelfogható néprajzi történeti tárgyanyag, aminek egy elég nagy raktárbázisa van, ezt pont az idén újítottuk fel. De visszakanyarodva a kérdésre, igen, a napjainkban is kerülnek elő újabb tárgyak, ugye hál' Isten, amikor előkerül egy ilyen régi koroknak az emléke, akkor sok esetben, ha nem is közvetlenül, de értesítik a múzeumot, és ilyenkor vagy valamilyen támogatásból, vagy saját forrásból ezt igyekszünk megvásárolni az illetőtől, tehát nem ingyen kérjük be, nem ellenszolgáltatás nélkül, de ugyanakkor igyekszünk megvédeni mindent, aminek értéke van. Ezzel az aláírási ceremóniával megújították azt az együttműködési szerződést, ami már évek óta fennállt a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma és a Bonyhádi Völgységi Múzeum között. Mindenre azért volt szükség, mert a kooperációhoz új civil résztvevőként a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is csatlakozott. Az összefogás célja az, hogy a katasztrófavédelem és a tűzoltóság emlékét megőrizzék és továbbadják a fiatal generációnak. Szeretnénk megismertetni a szakmánkat, a szakmánknak a szépségét, és hogyha ennek eredményeként valaki kedvet kap ahhoz, hogy önkéntes tűzoltó legyen, és belépjen, ez csak egy nyeremény mindenki számára. Ő számára is, mert egy olyan közösségi élményt, egy olyan tudást kap, amit máshol nem biztos, hogy megszerezhet, és a tűzoltóság számára is, mert ugye lehetőség nyílik arra, hogy utána később hivatásosként folytassa a pályafutását. Miklós Roland, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke elmondta, hogy az egyesületük több részt szeretne vállalni a Tűzoltó Múzeum állag megóvásában, a benne tárolt tárgyak bemutatásával pedig megismertetni a fiatalokkal a szakma szépségeit. Ennek lenne fontosabb szerepe a múzeumban, mert megpróbálnánk több diákot, óvodást, mindenkit elvinni a múzeumba, bemutatni a múzeumot, kicsit beszélni a régmúltról, az egész 21. századig, hogy hát ha a kedvet kapnak, akár belépni a későbbiek során belépni a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez, vagy esetleg csatlakozni a hivatásos állományhoz. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum vezetője elmondta, ők a szakmaiságukkal és a múzeum pedagógiai tudásukkal járulnak hozzá a tájékoztatáshoz. Nagy tapasztalatuk van ebben, hiszen évek óta rengeteg programot és előadást szerveznek a Tűzoltó Múzeumban. Vannak, amikor oktatási intézmények keresnek meg minket, de mi is, amikor összeáll egy program, vagy
akár egy nemzetiségi hétre, akár egy nyári gyermektáborra kitalálunk egy programot, azt mindig meghirdetjük honlapon, Facebookon, illetve körbe is küldjük a helyi intézményeknek, és elég nagy az érdeklődés, azt kell, hogy mondjam. Tehát főleg, hogyha a gyerekek ellátogatnak hozzánk, akkor általában mindig találnak olyan dolgokat, ami felkelti az érdeklődésüket. A Tűzoltó Múzeumban meg kifejezetten. Tehát ott azért ez egy nagyon hálás téma. Az együttműködés célja, hogy a fiatal generáció körében népszerűsítsék a tűzoltóság munkáját, megismertessék velük a szakma szépségeit. Nemzetiségi hét zajlott több bonyhádi iskolában. A Széchenyi István Általános Iskolában interaktív író-olvasó találkozót szerveztek, míg a Petőfi Sándor Evangélikus Iskolában pedig a pedagógusoknak is szerveztek konferenciát. Dopeszkák volt ájne, de bizony csak egy volt ki van, és azt mindenki szerette. És ő olyan szeretett volna inkább lenni, aki kicsi, és akiből csak egy van, és akit mindenki szeret. Hát... Interaktív könyvbemutatón vettek részt a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola 4. osztályos tanulói. Az előadáson Arnold Krisztina írónő beszélt a gyerekeknek arról, hogy hogyan válhat valakiből költő. Az író-olvasó találkozó célja az is, hogy az esetleg bátortalan gyerekeknek segítséget nyújtsanak a verseik megírásában, biztassák őket arra, hogy érdemes papírra vetni az érzéseiket, a körülöttük zajló világ történéseit. Volt már rá példa, hogy mesélték, hogy jaj, hát én is írtam, csak nem tudtam, mit csináljak vele. Foglalkozom is fiatalabb költőkkel, tehát ha valakinek ilyen ambíciói vannak, nyugodtan fordulhat hozzám. Arnold Krisztina magyarországi német családból származik. Gyermekkora óta természetes volt neki, hogy otthon német nyelven beszélnek. Később német nyelven írt újságokba, majd a gyermekei megszületése inspirálta arra, hogy gyerekeknek szóló verseket és meséket írjon. Aztán, amikor megszülettek a gyerekeim 2005-ben, akkor álltam át igazából a gyerekversekre, mesékre. Aztán, amikor cseperedtek, úgy korosztályban is ezek változtak, és 2 évvel ezelőtt gyűjtöttem össze őket, és ebből alakulhatott aztán egy könyv, amiben vannak kicsiknek szóló versek, kicsit nagyobbaknak szóló mesék, nyelvjárás történetek, ami igazából nagyon ritka már, ezek vidám gyerekeknek szóló nyelvjárás történetek, és hogy ezeket is mindenki tudja olvasni, illetve felhasználni, akár tanárok is, vagy szülők is, ezért ehhez tartozik egy CD is, hiszen sokan ezt már annyira nem ismerik ennek a kiejtését akár, vagy hogyha esetleg a német verseket úgy egyszerűbb felhasználni, ezért van hozzá egy CD is. A nemzetiségi hét keretein belül az iskola pedagógusai évről évre igyekeznek színes programokkal készülni a tanulók részére. A program részeként a tanulóink ellátogattak már Mecseknádasdra, a Német Nemzetiségi Tájházba, tanúsvényen ismerkedtek meg a sváb hagyományokkal, lampionkészítő verseny volt, és elvileg egyébként a csúcspontja ennek a hétnek a mártonnapi felvonulás lett volna. Sajnos a járványügyi helyzet miatt ezt el kellett halasztanunk, illetve ebben az évben nem tudjuk megtartani. Nem csak a Széchenyi István Általános Iskolában ünnepelték a nemzetiségi hetet, a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában is sokszínű programokban vehettek részt a diákok. A nemzetiségi hetünknek a programjai főként a Hochzeit, a házasodás, német-sváb házasodási szokások, lakodalmi szokásokkal kapcsolatos most. Tegnapi napon például gyerekek beöltöztek Brautnak és Brajtigámnak, tehát vőlegénynek és menyasszonynak, és bemutatták a piciknek, elsősöknek, másodikosoknak, hogy hogyan néztek így a tradíciókat, próbáljuk feleleveníteni. Az eddigi évektől eltérően nem csak a diákoknak készültek programokkal. 10 évvel ezelőtt indult útjára a Wilhelm Knabel konferencia, amit még az iskola egykori igazgatója, dr. Bechtel Helmut Hermann hívott életre. Pár év kihagyás után döntött úgy az iskola vezetősége, hogy újra szeretnének teret adni ennek az eseménynek. A mai napon pedig ezt a Wilhelm Knabel konferenciát szerettük volna, ami igazából a helyi pedagógusoknak, környékbeli pedagógusoknak szól, óvonőknek szól. Lesz egy Koch Valéria kiállítási megnyitó, amit a Neue Zeitungtól kaptunk meg, ezt bemutatjuk a gyerekeknek is majd, illetve erről fogunk Mária Wolfhardtól egy előadást hallani. Majd 3 szekcióra bomlik a konferencia, ahol az Eine Sprache, eine Person
azaz az egy nyelv, egy személyről fogunk előadást hallgatni, illetve dr. Bechtel Helmut Hellmann is fog előadást tartani. Az iskolában a nemzetiségi hét alatt Koch Valéria költeményeihez készített rajzillusztrációkat is meg lehetett tekinteni a kongresszuson. Előadást tartok Koch Valériáról, életművének néhány szeletét szeretném bemutatni egy PowerPoint előadás keretében, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt van az a gyönyörű kiállítás, amely 2019-ben Koch Valéria születésének 70. évfordulója alkalmából a Neue Zeitung hasábjain megjelent. Az az egyéniség, aki számunkra, a magyarországi német irodalom számára igazán fontos, most itt a Tolna megyei, a Bonyhádi tanárok körében, és reméljük, hogy jó fogadtatásra talál, és még közelebb kerül hozzájuk. A kiállítás célja, hogy az illusztrációk által felhívja az iskolások figyelmét Koch Valéria verseire, a költőnő munkásságára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!